Szeretettel köszöntöm a stúdióban Herceg Józsefet, a Szemtől Szembe beszélgetés sorozatunk következő partnerét. A vége az lesz a beszélgetésünknek, hogy megjelenés előtt áll 5. könyve, ami a Szívapáttal mérték, vagy Szívapáttal szórták az éveket címet viseli, és az 56-os eseményeket dolgozza föl. Viszont ez már az 5. könyve lesz, ahogy említettem. Igen, termékeny írónak tűnik, itt az előttünk levő termés, meg a háttérben látható könyvborítók mutatják. Először azt kérdezném, hogy hol született, mikor született, milyen gyerekkora volt, hogy emlékszik erre vissza? Ilyen az idősebb emberek egyre jobban emlékeznek a régi útra. 1947-ben születtem, Somlóval. Tehát a háború után? Háború után, 2 évvel Somlóvásárhelyen, kedvenc szülőfalumban. Kötődésem most is van hozzá, hiszen Somlón van a szőlőm, és hát így a faluval is tartom a kapcsolatot. És milyen volt a család? Tehát mivel foglalkoztak, igen, a szülei? Igen. Édesapám bányász ember volt, Ajkán Jókai bányán dolgozott. Édesanyám a bányánál volt szakácsnő. Hát nagymama nevelt minket otthon, míg a szülők dolgoztak. 4 voltunk testvérek. És hát gondtalan gyermekkorom volt, mint a falusi gyerekeknek általában. Hát igen, de mégis valami lökés vagy behatás érhette, mert egyszer csak eldöntötte, hogy jó, szépek ezek az évek, amiket magunk mögött hagytunk, de én rendőr szeretnék lenni, és megismerkedni a világ sötét oldalával. Így történt? Hát ez nem egyszerű dolog. Én a rendőröket az 50-es években, gyermekkoromban nem szerettem, ugye erre a faluban élő és dolgozó rendőr közleti megbízott adott okot, hát a magatartása nem volt a legpéldásabb. Így én a rendőrtől valahogy féltem. Tehát is. Nem volt az a polgárbarát rendőrség? Nem volt rá okom, nem bűnöztem. Meg a világ is kegyetlenebb volt, valójában a háború után azért hát, történtek dolgok, erre egy másik. Igen, igen. Szó, de... Hát akkor rendőrség megítélése nem volt jó, és én eszem ágás sem volt, hogy rendőr legyek. Engem papnak szántak, nagyon vallásos szüleim, nagyszüleim voltak, és 8. osztály elvégzése után be is irattak a Padonholmi Bencés gimnáziumba, de én nem mentem el, és inkább az Ajkai Bródi Imre szakközépiskolát választottam. Nem akart olyan messzire kerülni a szülőfalujától? Nem azért, hanem én egészséges fiatal ember voltam, és szerettem a lányokat, akkor is épp szerelmes voltam, és semmiképpen nem akart. És hát pap növendékként ugyanezt az életformát nem hát tudtam. Én papokat tiszteltem, tényleg hát sokat jártam Nistália templomba, de hát papi pályát nem akartam választani. Nem nősült meg, nem lehet családja. Hát igen, most és, is van, sőt évszázad volt a probléma. És de, nem bántam meg, hogy... De vannak egyházfiak, akik megkerülik ezt a dolgot, igen, de erre most ne beszéljünk. Hát, hogy a rendőripart ugyan választottam. Egy éjszaka döntöttem el. Ez úgy történt, hogy bevittek katonának érettségi után Begyeserdőre. Ott voltam 2 évig, írnokoskodtam, és leszerésem... Devecser, ugye? Devecser, igen. Leszerésem előtt, ugye egy héttel a parancsnok Sziklai Gábor alezredes hivatott. Nem tudtam elképzelni, mi bűnt követtem el. Elkezdtem filózni, és hát megjelentem a parancsnok irodájába, ahol egy rendőrszállados egyenruhába ülő személy volt. És hát nem mondom, hogy nagy baj van. És akkor kiderült, hogy jó szándékkal érkezett, toborzást végzett, és egy olyan fiatalembert keresett a leszerelendő katonák közül, akinek van érettségie, és megbízható. Hát a parancsnok, mint írnokot engem javasolt, és hát... Ezek szerint katonaként is... Rendesen viselkedett, betartott hogyne, a szabályzatot. Hogyne, kétszeres kiváló katona voltam, élsportoló, akkor atletizáltam, fociztam. Tehát nem volt nem különösebb gond, és leszerelés előtt pár nappal volt az, hogy a szárdos egy nyomozói állást ajánlott a devecseri járási rendőrök a rögtön nyomozói állást? Igen, tehát igen. Tehát semmi beiskolázás, semmi nem, előtt? Próbaidős nyomozói állást, 1 év próbaidő, és utána döntenek, hogy marad vagy nem marad. És ezek szerint a próbaidő megfelelt, ugye? Hát először is ugye, mikor azt ajánlatot tette, egy világomorban nem össze. Na, mit fognak szólni a szüleim, nagyszüleim? Én rendőr, szántak is rendőr leszek, és hát először nemet mondtam, de mondta a parancsokom, hogy gondoljam végig, egy hetet adtak, hogy döntsem el.
És hát azon az éjszakán nem aludtam, mindent lodbava tettem, és hát nagyon csábító volt az, hogy tovább tanulási lehetőséget ajánlottak, biztos állást, meg maga a bűnügyi munka is érdekelt. Hát honvédségre is volt egy-két olyan nyomozás, majd be. Detektív regényeket nem olvasottak? Dehogy nem. Nagyon sok Mark Bertalantól, meg másoktól is nagyon sok regényt olvastam, krimit. És, igen, ezek mondjuk magyarországi helyszíken játszódak, valós eseményeket dolgoztak igen, föl, igen, tehát igen, magával igen, az igen, igen. Meg volt olyan bravúros nyomozásom a honvédségnél. Az történt, hogy... De akkor nem katonaként, vagy nem rendőrként, hanem katonaként. Sok katonaként. Nyomozott. Igen, a körletben, ahol 48-an laktunk, a pénzek tűntek el napról napra. Több, kevesebb összegek, és ez nagyon kellemetlen volt, mert mindenki gyanakodott mindenkire. És akkor csapdát állítottam, 2 20 forintos bankjegyet tettünk egy pénztárcába, és olyan helyre, ahol könnyen megtalálja a tettes. A sorszámokat felírtam, és leadtam a kantinba a Forró Józsi bácsinak, hogy figyelje, hogy... Ez a 20 forintos papír 20 papír, forintos akkor volt, mi volt papír 20 forintos, igen. A fiatal nézőknek mondom, a filmnek nincs sorszáma, de a papírnak még van. Igen, és leadtuk a sor, leadtam a sorszámot, cserék és... nagy pénznek tűnt. Hogyne. Hát akkor egy pohár sor, 1 forint 80 fillér, egy kósor sör volt 3 forint. Kisebb vagyon volt az a 40 forint. Pontosan így van. Leadtam a sorszámot, és estére jelentkezett a tettes, a 20 forintossal kantinba, és az Ács honvéd lebukott, és a katonai bíróság elítélte, és börtönt kapott ezért a bajtási lopásért. Hát gondolom nem csak egy lopása volt, ezek szerintem több is, a folyamatosan ezt hétről hétre mentek ezek a lopások, és akkor a lopások megszűntek. És akkor jött az ajánlat, hogy legyen akkor rendőr, és fölém lett önbe gondolom, hogy hát van valami érzékem hozzá, hát... Hát érdekesen találtam, 20 éves voltam, és akkor gondoltam, hogy a kezembe veszem a saját sorsomat, és megpróbálom. Nem volt könnyű döntés. Másra bementem a rendőrkapitányságra, ahol a kapitányt fogadott, és közöltem vele, hogy vállalom. Ez volt az 1900. Akkor az otthoni pofonokon már túl volt, ugye? Hát, hogy fogadták otthon? Otthon? Hát amikor anyukám és nagymamám megtudták, hogy rendőr leszek, nyomozó leszek, sírtak. Később aztán, nem örömükben. Nem örömükben, de később aztán, amikor látták, hogy hát sikerre halmoztam, tényleg megálltam a helyemet a pályára, akkor már büszkék voltak rám. Most akkor kicsit nagyobb ugrások, hogy eljussunk mégis az írói tevékenységéig. Milyen beosztásokat töltött a rendőrségen be? Igen, hát Devecserben nyomozóként kezdtem, nyomozóőrmesterként. Próbaidős nyomozóőrmesterként, egy év után lettem alhadnagy, akkor még volt ilyen rendfokozat. Beiskoláztok, utána a pápára helyeztek Devecserből, szolgálati érdekből, nem akartam menni, de muszáj volt. Pápánról iskoláztak be 1971-ben a Rendőrtiszti Akadémiára, a bűnügyi szakra. Nappal én végeztem ezt el, és pápára kerültem vissza, és eddig 1973-ban kerültem át Tajkára, pápáról. Itt is nyomozóskodtam, általában ifjúságvédelmi ügyekkel foglalkoztam, rablásokkal, betűcses lopásokkal, ez volt a fő területem. És hát nem sokára kineveztek osztályvezetőnek, hát a munkám után. Bűnügyi osztályvezetőnek, igen, a munkám után én emeltem ki, és hát a legsikeresebb éveket után bűnügyi területen töltöttem. Egészen 1990-ig, amikor kapitányságba tőleg neveztek ki. Rendszerváltás után első kapitány voltam a megyébe, akit kineveztek rendszerváltozás után. Igen, de... Horváth Balázs belügyminiszter úr nevedett ki. Igen, a Horváth Balázs. Azóta már volt másik, hát nem sok belügyminiszter, de volt egy nevezetes, aki az ön életében igen nagy szerepet játszott. Pintér Sándorra gondolok. Igen, igen. Hogy volt ez az eset? Mert egy történet is van hozzá, amit már korábban említett nekem, hogy itt ugye kapitányság vezetőként tett valamit, ami nem tetszett a felső vezetésnek, és ezért próbálták megkurcolni. Hát sikerült is megkurcolni, igen. De ne menjünk elébe. Hogy történt ez? Hát a Pintér Sándor akkor országos rendőrfőkapitány volt, tehát főnökön volt. A rendszerváltás után, ugye rendőrök akkor sem kerestek túl sokat,
és próbáltam enyhíteni a problémáikon úgy, hogy mellékállásokat engedélyeztem, olyanokat, ami összefét a hivatásukkal. Tehát törvényesen. Törvényesen. Olyat, hogy autómentőzést, mentést végezhettek szolgáltidőn kívül, szabadidőben. Rendesen végezték ezt a munkát, semmi baj nem volt, csak Budapesten rendőrök buktak le hasonló foglalkozás végzése közben. Tudom, ott visszaélés, ott visszaélés volt, de hajkán itt nem volt visszaélés. Hát a négy ember ezt becsülettel végezte a munkáját. Hitelt vettek föl, gondolom, hogy ilyen vállalkozásindításhoz azért kell. Beruházzanak. És akkor jött a parancs Pintér Sándor részéről, hogy minden ilyen mellék foglalkozást vissza kell vonni. Én ezt, ahogy parancs diktáltam, vissza is vontam parancsilag, tehát közöltem a kollégákkal, hogy ez van, sajnálom, nagyon sajnálom, de nem végezhetik ezt a tevékenységet. Közben ezek az emberek továbbra is végezték, tudtam nélkül, és ezzel, hogy a Pintér Sándor fülébe jutott, és elvélte figyelmi vizsgálatot ellenem. Tehát papíron minden rendben volt, teljesített a parancsot, igen, hivatali visszaélés miatt. Hát nem volt könnyű időszak, felfüggesztettek 3 hónapra az állásomból, és... Próbált igazságot teremteni. Próbáltam igazságot teremteni, szerezni. Hogy ne, igen, és tudtam, hogy ártatlan vagyok, és amit tettem, azt a legjobb tudásom szerint tettem, és az volt a jó. Ennek ellenére a megyei főügyészség megvádolt, és hát bírósági tárgyalásra került sor. A bíróság az elsőfokú tárgyaláson kimondta, hogy ártatlan vagyok, és az ügy is felelvezte meg, azonnal jogerőre megkezdett az ítéletet, felvetett a bíróság. Utána én a főkapitánytól, ugyanis engem ugye behelyeztek Veszprémbe, alacsonyabb beosztásba, és itt már más töltötte be itt, akkor ugye ezóta nagyon rossz, hogy a helyettesemet kinevezték a kapitánynak a helyemre, és nem tudtak visszajelzni. Nem várták meg, míg a bírósági ítélet jogerőre emelkedik, és ha megvárják, akkor ugye semmi gond nem lett volna. Hát elvileg ugye gyakorlatilag megnyerte a pert, de nem volt lehetőség arra, hogy a régi beosztással visszajelzék. Nem tudtak visszajelzni, mert nem, mint nagyon akarták. Be volt töltve. Akarták, csak nem tudták. Most én véletlenül ismerem azt a bírót, azt hiszem, aki az önügyében eljárt. A Buzásúba bíró. Buzásúba, igen. Összeadott vele a sors, hát ő sem mai gyerek már. Igen. De ő most költőként ismert személyiség, és nagyon jó versei vannak. Olvastam tőle verseket, igen. Ennyit talán engedjünk meg kitérőként, hogy szintén literátus ember, hát gyakorlatilag olyan, mint ön, csak ön mondjuk a prózában utazik, és a tény irodalomban. Érte valamilyen retorzió? A főkapitány másnap felutazott Pestre, a Pintér Sándorhoz, és közölte vele, hogy felmentett a bíróság, és Pintér Sándornak adott a véleménye, hogy az a bírói ítéletén nem megalkozott. Tehát ő kicsibe vonta a Magyar Köztársaság bíróságának az ítéletét. És tette valamilyen lépést? Ő akkor ígérte a főkapitánynak, hogy engem mindenben rehabilitál. Vártam, eltelt több hét, és semmi nem történt. És akkor a munkahelyi bírósághoz fordultam, és akkor történtek változások, és akkor kaptam anyagi kártérítést, de visszajelzni nem tudtak a régi beosztásomban. És Veszprémben dolgozott tovább? Veszprémben dolgoztam tovább, igen, és hát ott titkárságvezető lettem a kabinetfőnök a főkapitánynak, de ott is a bűnügyi munkával bízott meg, és hát a kapitányokat jártam, és a bűnügyi munkát ellenőriztem a kapitányságokon, tehát szakmai munkát végeztem. Nem jó ista voltam. Igen. Most elég nagy lépésekben haladunk, de hát mondjuk egész este nem tudunk beszélgetni, de az biztos, hogy rengeteg tapasztalatot gyűjtött a rendőri tevékenysége során, most minden is, hogy milyen beosztásra, de a bűnügyi munkája során, és úgy gondolta, hogy ebbe a világba beavat más embereket is, ugye? És ezért kezdett el írni, az az érzésem, noha nem kimondottan bűnügyökkel foglalkozó könyve volt az első,
a Habusics ügy, ugye? Igen, igen, igen. Ami tulajdonképpen bűnügy, de politikai bűncselekmény, nem életellenes vagy nem vagyonellenes bűncselekmény volt, hát bár vagyonellenes része is van neki, de igazából mi keltette fel az érdeklődését a Habusics ügy iránt, illetve az egész sztori, ha szabad így mondani, iránt? A bosszúság. Ugyanis az történt, hogy Habusics ügyet emberek itt Hajkán is a környékén úgy állították be, hogy ez egy terrorista ember volt, és olyan vadókat fejeztettek ezekről az emberekről, hogy kutat mérgeztek, embereket öltek, és ezek mind valótlanság. És vettem a fáradtságot, és felkerestem a veszprémi levéltárat, és ott kikeresték, leporolták Habusics ügyet. Hát ott több kiló akta volt, bírósági írat. Tanúvallomások. Beültem a levéltárba napi 8 órába, 3 hétig csak a aktát olvasgattam, és hát ez alapján dokumentum szerint írtam meg a Habusics János. Sikerült-e valakivel a családból kapcsolatba lépni? Nem sikerült, mert... De nem önöm múlott azt hiszem. Nem rajta múlott, nem. Hát a fia fel is akart jelenteni, aki Franciaországban él állítólag, de álltam a lébe, és egy jogászprofesszor Károly Frigyes beszélte le róla, hogy felesleges, mert amit én leírtam, az tényszerű. Igen, mind az utolsó szó igaz, mind dokumentum szerint van feldolgozva. És igazából nem is olyan fénybe tünteti fel a főszereplőt, hogy úgy mondjam, hogy ő egy gonosz ember volt, hanem sodródott az eseményekkel, és igen, jót akart végül is. Ő egy nyersmoduló ember volt, egy nagyon jó apa, 4 gyermeket nevelt. És hát amikor kivégezték, 31 éves volt. Hát egy érdekes személyiség volt, Habusics János, volt benne egy bizonyos hát szarista hajlam, átokat kínzott, de visszatérve járt a tevékenységére, ő neki egy célja megett a szem előtt, hogy az oroszok menjenek ki az országból. Ez volt neki a... Sokan gondolták ezt akkoriban, és a rendszer vigyázott is arra, hogy ezek nehogy táptalajra hújjanak ezek a gondolatok. Sok az a baj, hogy 1966-ban, 67-ben ez annyira irreális dolog volt, hogy ugye akkor a szovjet hadsereg Magyarországon volt munkásőrségnek a létszám, akkor elérte 60 ezret, és akkor már a Kádár rendszer is stabilizálódott, tehát a rendőrség honvédség is már a helyén volt, de semmi esélyük nem volt arra, hogy valamit is tegyenek. Hát aki a részletekre kíváncsi, ajánlom, hogy forduljon önhöz, és illetve vásárolja meg a Habusics ügy iratait tartalmazó könyvet, gondolom még kapható. Hát nálam van még valamennyi mennyiség, de nem sok. Most nem tudom, melyik volt a következő, talán Zsarusors, ugye? Zsarusors volt, igen. Ebben saját hát ez, élményeit is megírva. Saját élményei vannak leírva. Ilyen önvallomásszerű dolog, van benne más is. Egy érdekes tanúsíthatom. Igen, hogy hogyan kezdtem a pályámat 20 évesen, hogyan legelső emberről is helyszínén, hogy jutott ki helyszínre, Kiskvári erdőszínre, 2 kisgyermek halott a hullájához. Ki kell tenni a 18-as karikát, mert bizony erős idegzettőknek, ne haragudjon, ajánlom ezt a könyvet, mert tényleg leírja azt, ami történt, és amit sajnos rendőrként és emberként is meg kellett tapasztalni önnek és a kollégáinak. Úgyhogy ha valaki szereti a tényregényeket és az irodalmat vegyítve, az olvashatja, de ha valakinek gyengébb az idegzete, az inkább. Hát igen, nem én tényszerűen fogalmaztam is. A valóság túl tesz sokszor a mindenféle képzeleten. A következő pedig egy két kötetes, vagy két részből álló mű volt, ugye az ítélt kötélátai halál és Csinger mártírja. Igen. Az első része az Balaton környéki fiatalokról szól. 1952-ben 6 fiatal összeszervezkedett, és a rendszer ellen esküdtek össze, és még kémkedtek is. Lebuktak, és a budapesti katonai bíróság 4 fiatal halálra ítélt. Másodfokon a budapesti katonai bíróság helybe hagyta mind a 4 ítéletet, és 53-ban akkor volt változás, hogy Nagy Imre lett a miniszterelnök, és Ákos Sírak ugye menni kellett, és akkor már
Meghasztálni. Kevesebb halálítélet történt. Az a négy fiatal diák a Silomházban töltött 91 napot, és ott várták, hogy most kapnak-e kegyelmet, vagy nem kapnak. Ketten kaptak kegyelmet, kettő halálsétet végrehajtottak. Az egyik személy, aki kegyelmet kapott, róla írom a könyvet, tehát vele találkoztam személyesen, és hát ő mondta a történetet, ez alapján írtam meg, és kereste meg az aktájukat, a bűnügyi adatokat a budapesti hadtörténeti levéltárba. Miről szól a Csinger Mártírja? Csinger Mártírja egy Volga Gusztáv bányafőmérnök, három kiskorú gyerekével, feleségével Csingeremben lakott, és 1957. március 15-én kolotalmisták begyűjtötték őt is, és bányásztársait. Nevecseli kapitányságon őrizték őket preventív őrizetben, egy garázsba több napon keresztül. Semmi bűnük nem volt, csak úgy megelőzésképpen félve az ünnepén esetleges történtektől lettek begyűjtve. Brutálisan bántalmazták már a bányánál a Varga Gusztávot és társát, Bognár mérnököt, majd a Devecseli kapitányságra vitték, és ott a kapitányság garázsában tartották fogva őket. Most ez a könyv is tartom az olyan részletek, amit nehéz elolvasni. És nehéz áthámozni rajta magunkat, és ugye a Varga Gusztáv szomorú véget is ért a bántalmazások következtében. Március 15-én hajnal 4 órakor kilogatásra vitték, és ott pufajkások, katalmisták, nem rendőrök, hanem katonatisztek, sármelék és pápai katonatisztek verték halálra Varga Gusztávot. Olyannyira bántalmazták, hogy kórházba kellett szállítani, és ott meghalt, belehalt a sérüléseibe. Ajkán a Csingerben megásták a bányász társai a sírját, méltóképpen szerették volna eltemetni. Ám, de ezt nem tett. Nem tette, mert Pap János nem engedte a holttestet idehozni Ajkára, félt a tömeg megmozdulástól, és ezért nyugszik Veszprémben Varga Gusztáv. És sikerült is megtalálni, sietni, és rendbe is tennén, úgy emlékszem, két évvel ezelőtt. Tavaly előtt látogattam meg, de tavaly a vírus miatt nem tudtuk meglátogatni, és hát Ajkának egy mártírja az ember. Hát nagyon sok igazságtalanság történt, főleg mai szemmel nézve, hogy amikor látjuk is a történéseknek a gerincét és a végkimenetelét, az ember nyilván azoknak az oldalára áll a könyv olvasása közben is, akiket annak idején meghurcoltak, bántottak, elítéltek, netán fölakasztottak. Azért izgalmasak ezek az olvasmányok, mert végig szurkolunk, és végig nem tudjuk, hogy végül is mi lesz a vége. Például, hogy két embert végül is fölmentettek, az egy jó érzéssel tölti az ember, de rossz, hogy kettőt viszont kivégeztek. Igen. A gyilkosok és áldozatok, ez már egy általánosabb. Igen. Ez nagyobb kitekintést ad, de marad a bűnügyi területen, és nem csak a saját tapasztalatait dolgozza föl benne, hanem különböző dokumentumok alapján, de rendőrségi ügyeket tárgyal. Ez régmúlt ügyekről szól, ugyanis kutatásnak vannak szabályai, személyiségokat figyelembe véve. 1960-ig tudtam vissza menni időbe, és azokat a régebbi ügyeket dolgoztam föl. Nagyobb részt ismert személyek vannak benne. Olyan ügyek is között, amikre még talán az idősebbek emlékeznek is. Igen, Sós István, a rendőrgyilkos, a Sós és társai, igen. Vannak bent érdekes ügyek. És hogy ezeket hogyan sikerült megfejteni? Ha jól emlékszem, egyet nem sikerült megfejteni. Nem, több is van ilyen, sajnos. Igen. Van egy szentendrei ügy, ott 6 embert öltek meg, és azóta is rejtély, hogy ki vagy kik a gyilkosok. Ott német katonákra is gyanakodtak, szovjetekre is gyanakodtak, tehát ott az igazság soha nem derült ki. Pedig rengeteg embert megöltek és lemészároltak egyszerre. Igen. És ugyanígy egy miskolci ügy is, ugye egy ápolónő. A Labanc Anna ápolónő, nagyon csinos ápolónő volt,
és az ő meggyilkolása is hát titok maradt. Tehát, ahogy leírja, szerintem, meg végülis irodalmilag is földolgozták mások is, igen, ezt a dolgot, igen. Beazonosítható a tettes. Igen, csak nem tudták bizonyítani. Befejezésként már csak azt kérdem, hogy mi az, ami a lelki erőt adja, hogy ilyen eseteket megvizsgáljon közelebbről dokumentumok alapján, és járjon az igazság nyomába, holott már azért sokszor ez kiderült, és úgy tárja az emberek elé, hogy egy csokorba kötve, hogy tessék, ilyen az élet. Ez... Ennek kettős célja van, egyrészt, hogy én magam megismerjem a múltunknak egy részét, másik pedig az, hogy a fiatalok is megismerhessék, és ezt csak úgy tudják, hogy elolvassák a könyveket. És lehet, hogy az idősebbek is. Hát, vannak, akik még nem tudnak. Van, akinek biztos újat jelent. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok Köszönöm a következő könyveihez. Köszönöm.